Srácok, hát én ezt nem bírom, nem bírom már. Ö, most engem ber az Isten, vagy pedig hogy <laughs> mindenkinek ilyen hirdetéseket dob fel ö, Marketplace, ezt figyeljétek. Először nem tudtam, hogy mi ez. Csak kicsi képen láttam, hogy egy csomó ilyen Michelin baba, vagy pedig valami ember van a, 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 hirdetésben, és rájöttem, hogy konkrétan a csávó kitakart egy csomó embert, és, és így, így, így nagyon viccesen, hogy hogy el, itt, nézzétek, ezen a részen, itt, itt szerintem valami gyerek van, nem? Benne, benne a kocsiba Meg itt is enne, itt egy ember, és itt benne egy gyerek a kezébe, és körülbelül olyan képet tudott csak csinálni erről a dologról, amit ő szeretne eladni, ahol egy egész foci csapat van, akit utála, utólag ki kell takarni. De nézzétek, várjatok, ó, nézzetek még egy kép konkrétan itt is van egy kazal ember jobb oldalt, meg ott van az autóban valami azon a kalaptartón, amit úgy hirdet, hogy Ford Transit egyedi fa kalaptartó. Hát ez minden csak nem kalaptartó, az körülbelül egy ilyen tákolmány. De arról ne beszéljünk, hanem ezek a képek, ezek fenomenálisak, srácok. Hát oda nézzetek itt is le van fotózva, és szerintem ott gyerekek játszottak körülbelül ott azon a kalaptartón, idézőjás kalaptartón, és nézzétek, ott azokat ki kellett akarni. Meg ott is mi az már? Hát komolyan mondom, én nem bírom elviselni. Hát ez ilyen van, gyerekek? Hát miért nem úgy csinált róla képet, hogy nem egy kazal ember, egy egészen család, meg még három plusz gyerek a szomszédból ott játszik azon a rohadt valamin. Hát én ezt nem értem, gyerek. Komolyan mondom, én ezt nem tudom fölfogni, hogy valaki így árul valamit. Na, köszönöm, sziasztok!